A megye mind a négy egyéni választókörzetében indít képviselőjelöltet a Munkáspárt és az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, röviden ISZOM alkotta a baloldali szövetség. A két párt közös programja a jóléti szocializmus, ennek része a minimálbér nettó összegének 250 ezer forintos emelése, valamint az, hogy az öregségi nyugdíj minimum sem lehet 150 ezer forintnál kevesebb. Mi azt gondoljuk, hogy ahol 10 000 szupergazdag van, ott 10 millió magyar ember tud jólétben élni. A kádári időkhöz képest hasonló léptékű állami bérlakás programot tervezünk indítani, természetesen az önkormányzatok bevonásával. Szolnok megyében úgy gondoljuk, hogy éves szinten 3 000 állami bérlakást kell, és fogunk tudni építeni.